Átalakítások zajlanak a város egyik legolcsóbb, így legnépszerűbb benzinkútján. Bővítik a kiszolgálóhelyek számát, amire a megnövekedett forgalom miatt van szükség. Nemrég még 300 forintért adták a benzin literét, a napokban viszont már újra magasabb összegért tankolhatunk. A kút üzemeltetője szerint emiatt nem tankolnak kevesebben. Ugye örültünk mindannyian a 300 alatti üzemanyagárnak, bár meg kell mondanom, ez a forgalomban annyira nem látszott meg. Az emberek megszokták azt, hogy a 400 forint fölüli ár fokozatosan csökken, ezért volt mindig bennünk egy kis kivárás, hogy kérdezték is, pénteken csökkenni fog az üzemanyagár, szerdán csökkenni fog az üzemanyagár, és úgy éreztük, hogy ez egy kicsit visszavetett a forgalomból, bár hát ez csak a mi véleményünk. A szakember hozzátette, az utóbbi hetekben észlelt benzinár ingadozás elsősorban a változó piaci körülményeknek köszönhető. De ez a változás mégis kedvezőbb, mintha tartósan 300 forint alá esne az üzemanyagára. Azt gondolom, hogy mindannyian jobban járunk, ha a piaci árakat változtatják. És volt nem olyan régen egy olyan előrejelzés, hogy ha tartósan alacsonyan volnának az árak, akkor jövedéki adót emelnek. Hát ennek nyilván senki nem örülne, mert még a piaci árak ingadozását követi az üzemanyagár, az rendben van. Ha adót emelnek, azt úgysem vonják vissza. Megkérdeztünk egy vásárlót is, őt hogyan érinti a 330 forintos átlagár. Mindenkit rosszul érint szerintem, főleg így a nyaralás előtt, ugye mindenkinek kell a nyaralásra is a pénz, be kell osztani. Sajnos ez van. De mindenképpen hát én is arra számítottam, hogy 300 körül lesz a benzinár, hát azért egy 30 forinttal, 30-40 forinttal fölé ment bőségesen. Előrejelzések szerint a következő napokban a heti átlagos piaci ár és árfolyam változások alapján az üzemanyagoknál 2-4 forint körüli áremelkedés lehetséges.